Idén van 80 esztendeje, hogy a bukovinai székelyek útnak indultak új házát keresni maguknak, és jutottak el Bácskán keresztül Magyarországra. Az egykori házaikat az idő megeszi, így a népcsoport számára fontossá vált, hogy az emlék megmaradjon, ezt hozta a székelyporta megépítésének gondolatát. Én úgy gondolom, teljes mértékig megszolgálja azt, illetve azt az elképzelést mindenképpen, amiért épült, hiszen az volt a célja, hogy egyrészt, hogy bemutassa, hogy milyen házunk volt Bukovinába. Ugye különböző házakat építettek, de talán ez volt az, ami úgy általános volt. Mégsem egy ilyen, úgymond egy ilyen szegény ház volt, de azért be tudtam mutatni azt, a székely ház ügyeit be tudtam mutatni, ami azt az építkezést, ami kint volt. Ugye az volt az elképzelésünk mindenképpen, hogy nem egy múzeumot szerettünk volna építeni, hanem élővé tenni, tehát néprajzi táborokat, mindahogy sikerül is. Ugye, meg hát azokat az ünnepi alkalmakat, hiszen itt a templom, és ugye bevonni, mint például ugye a nagyszombati kokonyaszentelés, valamint ugye ugyanúgy a bucsúta, hiszen székelyek, bukovinai székelyek bucsúja, és ugye az idén is meg lesz ünnepelve, és hát ennek kapcsán is ugye itt szeretnénk mindenképpen rendezvényt. Tehát egy néprajzi oldalról is, ugyanakkor egy lelki oldalról is, hiszen a bukovinai székelyek köztudott, hogy vallásos emberek voltak. Tehát ezt a részét is, hiszen úgy gondolom, hogy fontos, és minél fontosabb lesz, bízom benne azt, hogy ezt az oldalát is erősítsük, és életbe tartsuk az emberek lelkébe. A porta építése jelentős összefogással zajlott, szinte szólás nélkül jöttek az emberek, érezve a ház létrejöttének jelentőségét. Az átadást követően megtelt élettel a porta. Tényleg egy visszautazás történik ugye ezáltal, hiszen azok a berendezések, amik itt találhatók, nagyrészt Bukovinából valók, és hát ugye itt már viselkedni kell, tudni kell, hiszen ez már megköveteli azt az életet. És hát tényleg olyan ruhában vannak, és azt az életvitelt is próbáljuk ugye elültetni bennük, amit ott kint ugye az emberek megéltek. A tavalyi év is erre szolgált rá, hogy ugye a táncon, az éneken kívül ugye meg a szövőkéz dolgokat és ugye kézművességet is szélesíteni tudjuk, hiszen nem csak a fafaragás, a szövés, mint ahogy említettem, hanem a bukovinai székelyek idősebbek között vannak, ugye, akik úgymond a képzőművészet irányába is ugye, jártasak és nagyon szép alkotásokat készítenek. Ez is az életünk része, és bízom benne, hogy a körülöttünk lévő táj ezt erősíti és rásegít abba, hogy az erre fogékony fiatalok, de lehetnek idős vagy közép, hiszen azok is ugyanúgy kérik és követelik azt, hogy nekik is legyen ugye felnőttek néprajzi tábora, most már egybefüggő, illetve összevonva, de ugyanúgy a népzenészeket is szeretnénk mindenképpen bevonni ebbe a dolgot. Szeretnénk mindenképpen a csűrön belül kialakítani egy olyan kézműves részt, hiszen ugye itt nem szeretnénk a tájházon belül ilyen dolgokat végezni, viszont a csűrben mindenképpen adott lesz a lehetőség arra, hogy akár azokat a régi szakmákat, régi fogásokat újra tanuljuk, még nekünk is, hiszen nekünk is már ismeretlen sok minden,
és azok az idősek még, akik jó, hála jó Istennek még élnek, talán be tudják mutatni számunkra. És hát nem csak bemutatóként, hanem tényleg művelni, tehát újra tanulni. Az élet rákényszerít bennünket, hogy újra felelevenítsük és tanuljuk ezeket az értékeinket, mondta Illés Tibor. Tehát Kemencét is szeretnénk építeni, és hát mondom, tehát nem csak bemutatóként bemutatni azokat a szakmákat, hanem újra tanulni a fiatalok számára. És egy ilyen kis csoportokat létrehozva, mindenki a saját karakterének, az elképzelésének megfelelően tudná ezt megélni itt.